Halló fiúk! Hello, hello. Halló lányok! <laughs> hello, hello, hello. Mutas egy lányt köztünk! Hello, hello, hello. Hello, hello. Hát ez oh, Sziasztok, csajok! Ez nem hiszem el. Fifika, ez így nem jó. Nagyon lagolsz. Későn reagálsz a poénokra. Na, az van, hogy ez az adás... <laughs> itt vagytok, Fifika? Szólj az internet szolgáltatomnak. Jó. jó. Ez az adás az első olyan, amikor élőben megy a, a live a Facebookra, úgyhogy ott is tudnak minket követni. Sziasztok! És és mindenki jól gondolja meg, hogy mit mond, mert mert ez élő egyenes adás, és nem tudunk szépíteni a szavakon, maximum majd utólag megvágni. Azért nézek mindig kifelé egy picit azoknak mondom, akik nézik esetleg az adást, mert mellettem megy a telefonon, élőben a cset, és akkor ott fogok reagálni, vagy onnan veszem ki a, a, az általatok feltett kérdéseket. Uh, annyit kérünk mai. A kamerával majd... Charlie. Persze. Hát én az én képen megy kamerával, uh, és mellette uh, fut a telefonon az Application, amiben elolvashatom a cucmákot, hogy mik a kérdések. Ja, De mi ha akarnánk se tudnánk kikerülni kamerával. Szeretnél? Nem, mert egy egész másik szobában van a kamera. Azt ja. hittem, hogy egy egész másik világ nyílna meg. Egy dimen, dimenzió lehet Ha kin lehetne a képem, a, nem is az én képem, raknám ki, hanem szemben a bírkákét. Vagy bárki más képét. Vagy bárki más képét. Ahogy lehet látni a videón, itt található meg a Patreon logó, és itt található meg, ami csatornánk, podcast csatornánk logója, úgyhogy ez úton is akkor még egyszer köszöntsünk mindenkit, sziasztok! Az van, hogy én itt olvasom a kérdéseket, amik adás közben majd felmerülnek részletekről, nem fogunk itt prompt mindegyikre azonnal válaszolni, egy-egy blokk vagy nagyobb téma után végig veszük a, a, azokat, amiket ti írtatok nekünk. És akkor itt előjáróban nektek fiúk még azért felolvasom, Ö, azt még nem, azt még nem, a zene már uncsi, tudjuk. Charlie, kérlek szépen, ha találkozol vele valahol csempésznél nekem haza egy Rubiz Original Roost Liquidet, 30 ml 3 mg per milliliter, ezt majd megbeszéljük, írjál rám. Sziasztok, még itt vagyok, és lőn kép, sziasztok, üdv, akkor üdv még egyszer. És akkor megkérdezném, ahogy szoktam spontánul, mi történt veletek, fiúk? Hadd hát cigizzek addig. Nem tudom, Krisztián, kezdjed. Én kezdjek? Öh, Igen. Hát én most velem az történt, hogy mivel meg szavaztátok nekem a világ legunalmasabb hangja díjat, ezért társasággal és hangefektekkel készültem erre az adásra. Itt van mellettem hű pajtásom, stoppos a kis cica. volt egyet, és ilyen hangefektekkel készültem. Hú, hát ez elég erőtlen volt. Na, se baj. A héten nem egészen tudom, hogy mi történt velem, mert megint rengeteg is bizbaszt írkáztam hűvös halomba, nagyjából ezzel ment el, annyi van, hogy negyedik évébe lépett a... Sőt, nem is, mert az már az előző volt. Ö, idén szeptemberben van, hogy négy éve tanulok hegedülni, és eddig mindig pénteken volt az órám, és és nagyon szerettem a péntek délutáni hegedű órákat, mert ez ilyen teljesen jól pontot tett a hét végére, és akkor onnantól kezdve már csak jó dolgok történhettek az emberre. Na most ez sajnos a tanárom idei beosztása miatt megváltozott, úgyhogy hétfő estére átkerült a, a, az órám, úgyhogy de kedves, de kedves. így szokom, szokom egyenlőre ezeket a dolgokat, ezen kívül más nagyon nem történt velem szerintem. Na jó, hát ez csak a tanárodnak jó hír, mert képzeld, ha szerdát mondott volna. Azt kellett volna mondanod, hogy bár én négy év után akkor leteszem a hegedűt, hiszen podcast van. Hát igen, biztos, hogy nem mennék szerdán. Fifika? Ó, hát ö... velem minden történt ö... egész héten. Jó hogy tudom Legin... már, mi történt velem? Csaj, <laughs> ezt annyira tudtam. Annyira tudtam. Mondja, Fifika, mondja, hogy nem. nem Figyelj, fölizgatsz, azt úgy hagysz, nem jó. Mondjad. Uh, nem is tudom, hogy hogy feledkezhettem erről, de igen, nagyjából ez vitte el a hétvégém nagy részét az ecg-i kívül. Szombaton délután Kingám édesapjáéknál ebédeltünk, és így borozgattunk, meg ilyesmi, és már így kellemesen jó hangulatban voltam, amikor csöngött a telefonom, és édesanyám párja hívott, hogy baleset történt és a János-hegyi kirándulásuk alkalmával ö, édesanyám összeesett a lejtőn, illetve megcsúszott, és még nem tudni, hogy mennyire nagy a baj, de lehet, hogy eltört a lába, és most jön a mentő, stb. stb. Úgyhogy nyilván Murphy él és alkot, úgyhogy a enyhén pityókás állapotban voltam már, hogy de szuper, most akkor mi a fenét csináljak, de aztán állistennek viszonylag hamar kiderült, hogy óriási nagy baj nem történt, a bokája tört el, ellenben műteni kell, úgyhogy a, a János kórházba ingáztam, meg ott lébecoltam sokat a hétvégén, ez, ez volt. De hál' azóta már ki is engedték anyukámat. Hát után. azért annyira az nem kicsi hír, hogy csak a, lába, csak a bokája tört, tehát a bokában rengeteg csont van basszus. Persze, persze, macerás, hogy, hogy, nagyon brutális probléma nem történt. Hát most be van gipszelve, kapja az injekciót, megműtötték, minden rendben van, most egy hónapig hónapig malmozhat szegénykém, de hogy, hogy ennél nagyobb gebasz is lehetett volna, de áll Istennek nem történt. Úgyhogy ez, ez volt az, amit, ami történt velem még a héten. Fifika, több dolog nem fog az eszembe jutni. Eskészen Biztos vagy jössz. benne, Krisztián? Tehát... Tuti, tuti. Ha igen, elhallgatom örökre. Jó, jó. Tarts, tartsd meg magadnak. Na, hát velem annyi történt, hogy a múlt hétről erre a hétre tolódott, tehát a Betonozás című... Neverending uh, Story. Neverending, ez a tényleg most már ez a véget nem érő történet. Lesz, ami nem baj végül is, mert helyette elmélyedtem a halsütés rejtelmeibe, mert hogy uh, uh, úgyis Szegeden halászlé fesztivál volt, Jaj, de szar! És akkor azt gondoltuk, hogy ennek uh, tiszteletére a kis baráti társasággal süttünk hallat, uh, ami hihetetlen uh, jól sikerült. Mindenkinek ajánlom egyébként, hogy a sima paprikás liszt helyett, illetve, bocsánat, búzaliszt paprika keverék helyett próbálja ki a kukoricaliszt paprika keveréket, sokkal ropogósabb lesz a, a halnak a a bundácskája tőle. Ez kicsit ilyen mexikóias hangot. Nem Mexik, tehát uh, ízre semmi különbséget nem érzel, Krisztián, hát mit most paprikás liszt érted hanem a kukorica az, az egy ilyen ropogósabb, keményebb bevonatot ez a hal törzsén, bár nem tudom, hogy előgondolkodóink szerint ez egészséges é vagy nem, de nekünk iszonyatosan finom lett. Úgyhogy pont nem érdekel, hogy egészségesebb vagy nem, de ez így nagyon ott volt a, a szeren. Fifika, a a nem, szám. tudunk, nem tudunk eleget a kukoricás liszbe forgatott Nem a, a, a kukoricás De Fifika, ez a... a szó, amit keresel, megváltozott a hal textúrája. De csak, de csak kívül, mert belül, csak kívül. Ugyanolyan, belül ugyanolyan. volt. Tehát a na, ha, nagyon... A... ráfűzhetek? Persze. Szerinted az mi a péló, amikor megveszed a hekket, mondjuk a római parton, és a hek ki van sütve, nagyon patent finom, és mikor <coughs> így szétszeded a, a, a törzsét, a húsát, akkor ott a, tudod, két ilyen kis hús réteg között megtalálsz bazd meg valami, valami kukacot bazd meg megsülve benne. Na, de mi az, a, tehát mi az hogy kukac? Tehát az, az, kuk, az kukac volt ben. alakú tárgy. De... Nem, kukac alakú volt a kukac. Tehát, Igen, tehát olyan, mint... De honnan tudod, hogy kukac volt? Tehát, hogy... kemény mert... volt, vagy gumiszerű? Vagy, tehát Há... milyen volt az állaga? A, én kérek, milyen volt az íze? Én kérek elnézést. De... <laughs> <laughs> Gusztustalan férgek Nem nyomkodtam meg, de, de rendesen olyan volt, tudod, mint mikor a szó így beleeszi magát a, a fába, és ott Egyszer csak a fát kivágják, és ö, mit, azt akarod mondani, hogy megsütik, de a fát nem sütik meg, ö, elégetik, és oda bele, bele döglik. Na ez is olyan volt. Belehalt a halba. Ó, utána már nem volt őszinte a mosolyom, ahogy enni kellett. Hát mm. kérdés, hogy ez valami parazita volt, ami ott élt a halba, és együtt jutottak erre a sajtósorra, vagy a tárgyirodra, erre a Erre akartam rá. Hát nagyon fek... friss volt a hal egyébként, a tö előtte tök finom volt. <há> Úgyhogy én. én abban reménykedtem, hogy előtte ment bele is, és, és mint mikor leszeded a fáról a cseresznyét, amiben a kukac belemászott, na ez olyan volt. Tehát belemászott, hát, és uh, aján, utána figyelj, csalni, egyet tudok hogy vezessd be ezt a terminológiát a, a halevésbe, hogy K-E-K-U, tehát ez a kukac előtt, kukac után, <laughs> és uh, és akkor itt csinálj ilyen szelfiket. Még nem találtam meg a kukacot a hegben. Már <laughs> Vagy vigyél magaddal egy ilyen zsebcétét, amivel át tudod világítani a halat elfogyasztás előtt. Mm. Na jó van, ennyit a... Ne, ne adjunk több ötletet? Ne, guztustalan volt ez a sztori, így is. Tehát figyelj, húsevő vagy protein, neked nem mindegy. Ne. Fú, na és akkor folytatnám tovább, mert közérdeklődésre számot tartó <coughs> kérdéseim lennének hozzátok. Először is, jártatok-e már trafikban? Nem. Hogy, hogy ne? Krisztián? Voltál? Igen. igen. Oké, okay. mennyire ezt néztél te szét egy trafikban, tehát így magad de tudod -e idézni a trafikban látottakat? Jaj, fifika, ez az, amit mondtál nekem, Story? Á, ah, igen, igen. Oh, Nem igen. kimondottam, mert én csak ilyen áthaladóba voltam a trafikon, hogy menjek az elcigis is zsebbe. Úgyhogy nem mondhatnám, aha. hogy nagyon körülnéztem volna, mert hát nincs ott semmi, ami az érdeklődésre Tehát nem vásároltál, nem cseverésztél, stb. stb. Nem, csak így mutattam, hogy az elcig is bejöttem, és akkor mentem tovább az elcig is részlegbe. Aha, aha, aha. Na, hát ö, egy nekem volt szerencsém a, a múlt héten egy igazi profi ö, trafikban járni, és ebben a profi trafikban, hát tudod, nekem a, a trafik egy picit a gyerekkorom része is, a klasszikus régi trafik, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, hogy ott mindenféle játékkatonák, meg Dionás meg, meg egy csomó olyan dolog volt, érted, hogy bement oda egy gyerek, és így, <laughs> így tátotta a száját, és akkor. <coughs> Ezért aztán önmagában a trafik szó után is nekem egyfajta nosztalgia ébred benne, még mindig, tehát még ezek után is a francba. És volt egy, egy olyan trafikban, ahol képzeljétek el, hogy úgy értenek általában a, a, a dohányzáshoz, a, a dohányzással kapcsolatos dolgokhoz, tehát tudják, hogy mi a különbség a kézisodró dohány és a... a ezzel a, mi ez húzogatóva töltős dohány között, a, az eladócsaj az úgy tekerneket kézzel cigarettát érted, hogy leesik az állad, meg szállt, mindent tudnak, tehát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon profi uh, hely volt, és így beszélgetünk, beszélgetünk, és Valahogy ö, ö, ráterelődött a szó arra, hogy hát egy trafik ö, mi az, amit még tart a dohányzási kellékeken kívül, és így fölnézek a polcra, és passzus, ott van egy bong. Mondom, figyelme, az egy bong. Azt mondja, hogy csak persze. Hát mondom, ez nagyszerű. Azt mondja, hát figyelj, az előre tekert jointot is árulunk. De mit árultak? Ez a Hogy padír, mi tárultak? Tudod, tudod azt a tölcsért, amiben a jointot kell tölteni. Mondom, ne vicceljém. De azt mondja, itt van, és levett a polcról egy ilyen kemény ö, karton hüvelyt, amit kinyitott, és tényleg kivett belőle egy tölcsér alakú ö, hüvelyt, gyakorlatilag, ami ilyen csomagoló papírszínű papírból volt. Ilyen nagyon vékony zsírpapírnak látszott történet. És ö, Hát az tényleg úgy nézett ki. Várj, volt a következő sztori, hogy hát de van hozzá szipka is. Mondom, nem áll. De, de, és elővette egy faszipkát, és mutatta, hogy ebbe a faszipkába csak ez a tölcsér alakú papír megy bele. Azt mondja, de van ebből kettes is. Azt mondom, mi az ketten szívják? Nem, 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 aztán egy szívja csak két jointot lehet beletenni. Hát, na ott már itt, old, így fogyott el a levegő, és mondom, mi van még? Az ugyanebből négyes. <gül> tehát, <gül> tehát okay. ott álltam, érted, mérted, és, és te mondom, és ez. De hát persze, hát, ezt lehet venni Magyarországon nagykereskedőtől. Márkát ugye ilyenkor nem szoktunk mondani, de hogy én fő, mert hogy ez egy külön. Világ egyébként, tehát ez egy külön papír papírfajta, külön papírmárka, és ennek a, a forgalmazónak van Facebook oldala. És a Facebook oldalán öcsém cápának hajtott joint, meg delfinnek, meg akkora jointtal van lefotózkodva a gyerek, hogy nem fért rá a 169 es képre a cucc keresztbe. Hát, és csak így néztem, és mondom, ez hogy? És minket miért baszogatnak az e-cigaretta miatt? Hát ezt nem hiszem el. És minden ö, füves kellék legálisan ma Magyarországon beszerezhető nagykereskedőtől. Értitek? 475 47 es igazgatási szolgáltatási díj nélkül, Se. 680 oldalas nincs, tudományos. Nincs, nincs, ilyen, nincs ilyen, érted? Tehát, hogy a bongót, a pipát, a, a, a gyantapipát, a, a, az előretekert join, jointot, a joint papírt, a, 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 a szépkát, hogy hol, de ez most hogy? És azóta ezen agyalok, hogy ez most hogy van? Ilyenkor hol vannak a luditáink? Fifika, most ötötször szólok. Nem emlékszel arra az adásra, amikor beszéltünk, hogy valamilyen dohány nagykernél láttunk bongot, meg, meg mindenféle ilyen cuccokat árultak? Jaj, Igen. Na, hát ugyanez volt, ne, ne lepődjünk már meg. Mondjuk ezen Csak a... most a, szembe jött a kiskerbe. Hát, ezen az előreteker spanglin. más dolog beszélni róla, meg találkozni vele. Tehát... Jaj. Na, hát nekem ennyi volt a, a hétre, elég is volt. Míg ti itt beszéltetek tök unalmas dolgokról, én itt az embereket kielégítettem vizuálisan. De rendes de vagy. Meg, a... 18 pluszosok leszünk. Megmutogattam én. nekik a, a, a Squonkert, megmutogattam, hogy 20, meg 100, meg 200 watt alatt is van élet a 16, meg 12 wattos tucokkal. Azt úgy se hiszi el, senki, Charlie. Hát látod, Ja, de gondolkodom, hogy mi történt velem a héten. Mm. Én is mindig meg... A 200 wattról jut eszembe, amíg gondolkodol, Csárli, ezt Mondja mondtam nyugodtan. már, hogy Kinga hány watton hajtja rommá a kis pikóját? Hat és fél. Ba, ugyan már. Fifika? Nem tudom, nyolc. Három egész nyolc watt. Mit szív? én kevergetem neki ilyen citromfüves. De ne, 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 ne. A kazán? kazán. Mi, mi rajta? Dwarf, kád. Dwarf kád. Ja, a kád. Igen, Jajan. igen. Igen. Három egész nyolc tized. A múltkor teszteltem, a kezembe vettem, és azt hittem, hogy nem működik, vagy lemerül De nem, csak türelmesen kell szívni. Nagyon túl. Viszont kev... kevés likvidet. Kevés likvidet eszik. Az... Az biztos, látod. Tényleg ő nem, ő nem forralja, ő csak így, így langyosítja a likvidet. <laughs> Na jó, van, akkor nem mondom el, hogy velem mi történt. Mond el, csárdi Most már nem, most már. Mint az Na, hát tigrisbe. még időt is szakítottam neked, hogy végig gondolhass. Nem tudom, Krisztián, tényleg nem tudom, mi történt valaha. Vagy... Oh. Hát semmi nem történt, ez az unalmas izé, hogy, hogy titeket korbát kergetni, hogy, hogy haladjunk valamivel valamerre, irogatni. E, ne Milyen a... csak kergetni, kétszer fölhívtalak. Ez tényleg, ezt írjuk be a naptárba pirosbetűs ünnepé, avanzsáljuk a napot, Krisztián felhívott mobiltelefonon. Ho, ho, ho. Ja, nem is tudom már, talán a weboldal miatt vetted volna, mi történt veled a héten listába magatolhatsz? Ja. Sírt a sírt az egyik szemem, hogy nem leszünk ott a nem leszünk ott a francia premiérem. Ö, sírt a másik szemem, hogy nem kaptunk még válaszokat. Ö, de azért egy kicsit 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 elmozdultunk legalább valamerre, úgyhogy most már a valami már él, valami még nem él, nem mondjuk még el, hogy hol és mi, de kezd körvonalazódni a, a, dolog. A további fejleményeket meg az adás egy későbbi pontján fogjuk. Olvasok itt egy pár kommentet. Zokni Dániel mondta, hogy a füvesek hamarabb kezdték, ők lassan legálisak lesznek ennyi. Jó estét kívánok innen a medence mellől, Mizei Mátyás. Igen, láttam, Matyi, hogy hogy te a... nem is akartam elhinni, hogy Mitch Buchanan fedett medence mellett vigyáz az emberekre, de ja. De azért így az adás mellett félszemedet az úszkálókon is tartsad rajta. Igen, én nem tudom, mi az a hang, valaki fuldoklott, vagy Franz se tudja, de hát megy, az, megy a podcast, hát ne szórakozzatok már velem. Azért prioritás is van basszus. Kezdjük? Kezdjük, csak górjunk bele. Tiszta ciki, csak 22 percig beszéltünk, és nem volt a mondatban birka. Na mindegy. De, azzal kezdtem. De nem úgy, hogy 10 percig beszéltél volna róla. Ja nem, nem. Jó. Akkor élőadásban ásítottam zseniális a nikotin egyéb hatásairól Pivko Christian tart beszámolót helyet helyet, helyet ficsorzoltál. Ficsorzoltál. volt, Igen. <hül> tehát ez egy régi cikk egyébként úgy jött velem öt, szembe a neten. Öt éve frissült utoljára. De, de tényleg régi cikk. A Nikotin, mint rovarölő szer, tehát ezt tudjuk egyébként, hogy hogy megkaptuk a pofánkba a, a nikotinoz rovarülőszer. Igen, igen, valamikor uh, hihetetlen népszerű uh, volt egyébként, ugye aránylag egyszerűen lehetett uh, hozzáférni, mert kiáztatták a, a dohányt és azzal permeteztek, ami egyébként, uh, ha jól tudom, ma a biológiai kertészet fegyvertárában Benne van, csak ugye nálunk be van tiltva, és nem is azért, mert környezetkárosító, mert hogy egyébként nem az, hanem azért, mert egy időben nagyon sok baleset volt a csöpögő nikotinos szarpermetezők miatt, és gyakorlatilag ezért került betiltásra. Uh, amúgy a nikotinnak a, a széles spektrumú rövelő hatása az elvitathatatlan, és az is elvitathatatlan, egyébként ugye, mint azt tudjuk, iszonyatosan gyorsan uh, lebomlik a környezetben. A, a Kvázi ez egy abszolút természetes uh, anyag. És, uh, valakinek eszébe jutott, hogy elkezdje vizsgálni a, a nikotinos uh, permetszer egyéb hatásait. Sajnos a cikknek én nem találtam folytatását, hogy ez a, vizsgálat aztán hova jutott, de Nyugat-Kanadai Ontario Egyetem kutatója nevezetten, hát nem tudom, hogy kell ejteni a nevét, de Cedric Bryansnek mondanám, úgy gondolta, hogy megnézi ezt az ősi ö, rovarölőszert, hogy mit tud, és képzeljétek el, azon kívül, hogy ö, elpusztította a rovarokat, ö, mindenféle, ö, nem is tudom, hozzászokás és ö, egyéb ilyen kialakuló rezisztencia nem volt megfigyelhető a nemzedékeken, stb. 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 Tehát egy hihetetlen jószer egyébként, még a, még, még a kolorádó bogár lárváin is, ami azért, aki növényvédelemmel foglalkozik, tudja, hogy az például Magyarországon a, a, krumpli termeszt, illetve a burgonya termesztők egyik igen-igen problémás ö, ö, dolga kiirtani a kolorádó bogár Az a csíkos krumpli bogár? Igen. Az a krumpli bogár, igen, de ugye ott nem a bogárnak van igazán a kártétele, hanem a kikelő lárvák. Tehát így eh, kiász éjszaka a kertbe, és hallod, ahogy csámcsognak a levélen. Tehát az borzasztó. <laughs> és... Eh, ja, és ugye ezeknek olyan a bőrszerkezetük, hogy így lepereg minden róla. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Át, általában ezek a szerek úgy működnek, hogy a, az elfogyasztott levél okoz náluk problémát, és abba döglenek bele. Itt meg sikerült a, ezt a, a, az egyébként ellenálló lárva bőrt a nikotinnak áttörnie, és ott fölszívódnia. Nem is az az érdekes, hanem hogy, hogy a, a, a rovarok mellett még meggátolta a kárt okozó gombák és baktériumok növekedését is. És ez nekem azért szúrt szemet, mert ha emlékeztek rá, itt összehozták a, a likvidet például bakteriális. Superbaktériumokkal, igen, de ott alapvetően a PG-t. Emlé de de em, em, emléks, emlékszel rá? Tehát én lehet, hogy elővenném farszalinosz dokiék helyébe újra ezt a szuperbaktériumos történtet, és megnézném, hogy, hogy mi, mi a, a, a helyzet. Ugyanis az van, hogy a... a és, és itt most a természetes nikotinról beszélünk, tehát a, a dohánylevélből kivont nikotinról, pont arról, ami egyébként a likvidben van, hogy ennek az olaj ö, része az, ami képes erre a a gomba és baktérium ölő hatásra. Tehát engem azért ez így egy picit elgondolkoztatott, úgyhogy nagyon sikeres kísérletet folytattak paradicsomon, fejes salátán, uborkán, és meg egy csomó konyhanövényen. Lehet, hogy ezt föl kéne majd vetni megfelelő Helyeken, hogy nézzünk már utána ennek a cikknek, hogy mondjuk az, azokra a parazitákra, élősködőkre, gombákra és baktériumokra milyen hatással lehet a nikotinolaj, ami az emberi szervezetben is megtalálható. Na hát ez csak egy ilyen gondolatébresztő volt. ez. A végén még kiderül, hogy azért kell vépelnünk, hogy a tüdőnkből kipusztítsuk a baktériumokat. Igen, a baktériális fertőzéseket. Sőt, ha valakinek van ö, hőhíd a lakásban, a benészfoltokra, hogyha gőzt fúj, akkor egy idő után jó lesz. Eltűnik. Is. De azért ez az aranyos cikk is egy óriási bőszmeséggel indít az elején. A letüdőző cigarettafüstben lévő nikotin fokozatosan okoz tartós egészségkárosodást és súlyos betegségeket, valamint függőséget. A valamint függőségben egyetértünk. Ugye most már tudjuk egyébként, hogy a, a függőség nem csak a nikotinnak köszönhető a cigarettafüstben, hanem még egy csomó más dolognak is. De hát nézzük el neki, tehát nem mai cikről beszélünk. Igen, igen, akkoriban nem nagyon foglalkoztak. Ezekkel a dolgokkal. Na, úgyhogy vannak ilyen csodaszerek, mint például, <laughs> hogy ráfűzzek a következő egyébként ez sem mai történetre, ez a vitakol mentolos por. Ti találkoztatok vele, mert én annak idején, amikor még dohányoztam, én találkoztam vele. Én sosem. Életemben nem Te? láttam? Hát el, eldobod az agyat, ha elmondom neked, hogy ez mit tud. Nem vitakol, vita cool. érted? Vita cool. Cool, bocsánat. Vita cool. tehát <coughs> 20 21, frissesség. Cool. 21 különböző gyógynövény hatóanyagait tartalmazza. Állj meg, állj meg, ez a Jägermeister. <coughs> érted? Fejlesztőinek célja az volt, hogy csökkentsék a dohányzás negatív hatásait mind az aktív, mind a passzív dohányosok körében. Fifika, én emézd. ráfűzök mindenkinek jó is. Emézd meg ezt a mondatot. A gyógynövények hatóanyagainak köszönhetően a vitakul átalakítja a cigarettában található nikotin 80-át. Ez gondolom százalék Igen. akar lenni, de ne nem nem tudom <coughs> egyébként, tehát a nikotin 80 át, niacinná, zárójelbe B3 vitamin, B6 és B12 vitamin. Mi van? <coughs> ugyanakkor csökkenti a cigaretta égése során felszabaduló kátrány mennyiségét. Mi? É és most figyelj, Krisztián, mert most, 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 jön a, varázslat. Rendkívül könnyű használni. Tegyen egy kicsit a cigaretta végére, és szívje el a szokásos módon. Már az első szívás teljesen megváltoztatja az egész cigarettát, a vitakul hatása az utolsó pillanatig tart. Hát, öcsém, te ez kész de vagyok. Döbbenet. Ha nem, holnaptól rá, tehát veszek egy ilyet, és holnaptól csak cigarettát fogok szívni. Ez nem döbbenet, ez félelmetes, fél hogy képzeljétek, hogy hány ember vehette ezt meg. Ez engem egyébként arra emlékeztet, mert ugye, hogy azt írja, hogy a Dohányzás járó szagokat semlegesíti, régen lehetett kapni a hamutartóba olyasmit, mint a macska alom. Tudod, és abban nyomtad el a cigit, és akkor nem, nem volt, hát nem éreztük, mert tököm, ha hát mindenki dohányzott, nem érzed akkor a cigarettafűs szagot. Hogyha ebben nyomtad el, akkor azt mondták, hogy nem lesz büdös cigaretta a lakásban. Lehet, hogy ez is olyan, csak jobban meg van őrölve. Uh, figyelj, Charlie, nem akarlak -e ezt szomorítani, de ezt most is árulják trafikba. Ilyen zöld-piros-sárga, uh, nagyon apró golyókból álló valami, és abba kell eloltani a, a csikket. Sőt, van olyan malac, kis porcelán malac, aminek a tetején van egy lyuk, és úgy hívják, hogy hogy, hogy csikkiller. <laughs> hogy így beleállítod a csikket, tehát nem nyomod el, Elalszik, beleállítod, és utána dobod bele. És, és magától elalszik. Aha, aha. És akkor nem lesz büdös a kezed. Nem tudom, addig mit csináltál, tehát, hogy így benne volt egy cigaretta, de hogy attól nem lesz büdös, hogy elnyomod. Fifika, ez a termék, ez saját magát adja el egyébként, ha nem olvastad, biztos tovább. Csak a lényeget, természetes gyógynövényekből készült, biztonságos, nagybetűvel japán termék, érted? Ha azt írnád oda bazd meg, hogy venezuelai, akkor teljesen más lenne a leányzó fegvése. Ez japán, ez olyan baz meg, mint autóban a német. Hát ennyi. Mindennek alfaja és omegája, hogy jap, nagy péve, sőt, hogyha, ú, hogy hívják, nem a bödöcs. Milyen Sándor, Akitnek volt tudod az ön önállója, japán. Na, ez is az japán termék. De oda van írva dr. Masayoshi Nio. Fifika, nem csak a dohányosoknak, hanem a nem dohányzóknak is. Tehát ez, ez mindenkinek jó. De a, figyelj, és ha te nem dohányzó vagy, akkor te minek a végére rakod rá a vitakult? Te azt nem lehetne, hogy rászórjuk a tekerésre? Is. De is. én szerintem beleoldom majd a málnába vagy Belenyomod a drip bele régi. kell nyomkodni, vagy valami érted. Hát Isten, tehát Isten állatkertje, azt szoktam mondani, hogy óriási. De ezek belefértek. Tehát. De, Fifika, itt, itt, van... Itt, bocsánat, de itt, itt keményen rá tudunk menni az üvegházra is. Tehát a kátrány mennyiségét 80%-kal csökkenti, a szénmonoxidot, a rákkeltő és a benzol mennyiségét Bocsánat, a szémonoxidot 40%-kal, a rákentőbenzon mennyiségét több mint 30%-kal. Tehát itt ezt a kipufogójára raknánk a kocsinak, öcsém, visszanőnének az őserdők, esőerdők. Viszont a, most következő ö... mondat, a következő némi, mondat. Némi ellentmondást vélek egyébként felfedezni abban, a, ahogy kezdi, és ahogy az összetétele kinéz. 21 különböző gyógynövény összetétel. Az korbinsav, fekete nadálytőpor, mentol, vanilin, borsav, telített zsírsav, citromsav, laktóz, lecitén káliumnitrát, máliksav, ebből tartalmaz a legtöbbet, ez az a sav, amitől az alma savanyú. És a többi húsz gyógynövény. De a, csak azt a írják egyébként, hogy tökéletes benne. a dohányzó, dohányosnak, aki tovább szeretne dohányozni, tökéletes a dohányosnak, aki abba szeretné hagyni, és tökéletes a passzív dohányosnak. Az enyhe vanília illat helyettesíti a cigaretta megszokott illatát. De még egyszer kérdezem, mibe, hova, hogyan rakja? Mondom csak, hogy a, 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 mielőtt meggyűjtöd a cigarettát, csak belenyomod ebbe a porba a végét. Az jó, csak a passzív dohányos az nem cigarettázik, tehát ő hova nyomja is... Körbe szalad, és mindenkiét belenyom. Majdnem mondtam, hogy, hogy, hogy bemész egy szórakozó ahol már nem lehet ugye most cigarettázni, és így, ad ide, ad ide, belenyomja. Most már gyújthatod, te is. Belenyomja, gyújthatod. Hm. Hát ez hihetetlen. Egy adag, vita, vitakul, ez egy gram, 180 darab cigarettához elegendő. Tehát nem csak, hogy, hogy durván durván jó cucc, hanem még rengeteg is, vagy bocsánat, kevés is, elég rengeteg mennyiségű cigarettához. Hát, ez... ez De 1780 forintba kerül. komolyan mondom, ebből kéne egyet rendelni, csak szóval, hogy, hogy így, így az utókornak egy ilyen egészségfejlesztő eszközt megőrizni. Fifika, tudod, mindig azt mondják, hogy nem biztonságos a nikotin, és akkor ezt mutatom a, a, nézőknek is, ilyen üvegben nem biztonságos, meg most nincs olyan, de itt van előttem. Charlie, Nektarin, kooperáció, nem biztonságos ez a biztonsági zár, viszont itt van az overkill megoldás náluk. A vitakulban cool nincsenek mérgező szintetikus anyagok, tehát nincs komoly veszélye annak, hogy a Vita vitakult cool lenyelnénk. Mivel ez nem tétel, ha egy gyerek véletlenül lenyelni, ajánljuk, hogy öblítsék ki a száját, és keressenek fel egy orvost. Tehát bazd meg, ez, a, ez az overkill, hogy tudod, mivel ez nem tétel, ez nem tét. Tehát mi is ezt írjuk rá majd a nikotinos flakonra. Ez nem tétel. Keres fel egy orvost, faszom. Ne, Charlie, Charlie, rosszul olvasod. Nem étel. Ma még jobb, Mivel nem ez étel. nem étel. Nem tétel, hát de mert nem se étel. étel. Érted? Öblítsek ki a szájt, és keresnek fel egy orvost. nagyon jó. Ez mikor egyébként? Én, én, én ebből vennék egyet, azért csak megnézném, hogy ezt a Magyarországon. Szerintem, hát de azért, mert hogy ez gyógynövényekből készült. Hát ez kurva egészséges. Nikotinból B3 vitamin. Pff. Hogy miért? A számára hogy egyszerre egy... megoldás. Egészségi, illemtani és esztétika problémákra. De egyébként szerinted ezt hogy mérték meg, hogy, hogy az a, a Ronda dohányos. Lehetőle, hogy az elején a dohányos, a mennyi, volt benne? Hm? Mi csárli, bocsánat. Megvárom, míg elcsöndesedtek. Tehát hogy mérték meg, meg, hogy nikotinból B3 vitamin mennyiből mennyi? Tehát így, így az elején na, érted? Hát nem tudod mennyi. De, de, hogy a cigaretta végére teszed, elégeted ezt a port az első slukkal, és az egész cigarettát, érted? Fifika, Átveszi. mert, hülye vagy ehhez is. Is. Tehát tudod, ahogy szívod, az a füst úgy bele difundálott, ott végig a cigaretta szálba bele, mindenbe, átszívod, átmosod vele az egész cigarettát. Na, ezt kéne, hogy megértsd. Nekem, nekem erről az a az a zsidó vicc jut az eszembe, amikor szombaton talál 100 dollárt. Isten csodát tett, lehajoltam érte, és három méteres körzetbe péntek lett. Na, veszel ilyet? Veszek, Isten bizony, veszek mert Nem jó mert kategóriába. Meg kell, van. meg kell őriznünk az utókor. Nem jó kategóriában van, Fifika. Hát azt mondták, hogy dohányzóknak és nem dohányzóknak, itt meg fő, meg fő kategória dohányzóknak. Na, hát döntsük már-e. No, a lényeget nem szúrtátok ki egyébként, mert vaktyúk is talál szemet alapon, van egy mondat a szöveg közepén, ami teljesen teli találat. A nikotin és a kátrány összeadódó hatásának csökkenése a nikotin függőség fokozatos csökkenéséhez fog vezetni. És ez teli találat! Azt kérdezte a Tóth Gyula, hogyha a vitakult a családi ékszerekre kenem, megállítja a fogyást. Persze, hát ez mindenre jó. Mindenre jó. Is. Is. Hát ez kész, tehát. Hú. Menjünk tovább, én szerintem, mert ezt ki, kifaszáztuk, ezt a témát. Menjünk tovább. Bár itt én azt gondolom, ez a voltmán kategória lehet akár. De velem ez így szemben nem jött ez az E-Cigaret Direct CO. Már most azt hiszem, hogy a harmadik hete túljuk magunk előtt ezt a, a cikket. És hát gyakorlatilag összefoglalja azokat a, a kvázi, nem is tudom, városi legendákat, amiket fölhoznak ellenünk. Ez a hogyan jutottunk idáig című dolog, és tényleg csak azért tettem be, mert szerintem ez a, épp a mostani helyzetnek a, a tükörképe. Ugye nagyon sokszor mondtuk el ezt a, a, a fakkot, hogy. hogy ha ezt mondják, ha azt mondják, mi legyen a válaszod, stb. stb. tehát hogy a társadalomban milyen ellenséges kép él az e-cigarettával szemben. És nekem volt egy-két újdonság például az, hogy hogy most már nem is tudom társadalmi szintre ment le az a, a dolog, hogy a genetikai hatásai vannak például az e-cigarettázásnak mert hogy ugye valami barom annak idején uh, uh, konkrétan uh, Kali, uh, hol volt ez University of North Carolina uh, egyetem te ezt ismered ezt a kutatást Krisztián? ez biztos a DNS roncsolós őrület. igen 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 ah, igen, jaja. igen és hogy hogy ugye uh, polóza erre írt egy kritikát hogy ezt nyilván dohányosok volt dohányosokon végezték el, és, és, és nyilvánvalóan ezek a, a roncsolások a... a nem, a sejtkultúrán volt, sejtenyészetes kísérlet volt, amire a, én emlékszem. Akkor az ez volt. nem az. A, ez a védekező géneket vizsgálták meg a tüdőben. Jaj, az egy valamivel korábbi volt, igen, megvan, megvan. Oké, okay, oké, okay, tehát és ez mind volt dohányos. Volt, akik legalább tíz évig dohányoztak, és napi két csomag cigarettát szívtak el. Aztán ugye, hogy a, a hozzávalók ugyan jóváhagyott anyagok, de belégzésre nem, nem vizsgálta őket senki, hiába az FDA által jóváhagyott aromákról beszélünk. És hát ugye azt tudjuk, hogy persze a, az, a cigaretta, vagy az e-cigaretta gyártók között is fölfölütötte a fejét a diacetil, illetve a, az egyéb diketon-keton származékokkal kapcsolatos de azért én azt gondolom, hogy ha az e iparágat nézzük, akkor szerintem sokkal gyorsabban és jobban reagálták le ezt a problémát, mint mondjuk a gyógyszeripar, amelyik azért képes volt évekig porondon tartani olyan gyógyszereket, amelyekről már akkor tudták, hogy például az utódokra káros hatással van. Hát a formaldehid, ugye annélkül nem élet az élet, <kül> szintén említésre kerül a cikkbe, illetve az e-cigaretta irritálhatja a tüdőt, és ugye itt is előkerül a, a diacetil. És akkor ilyenkor kérdezi meg az ember, mert a cigaretta nem? tehát érted, hogy így, így állsz, és igen, tehát tényleg nekem is minden ismerősöm, az első két-három e is lukra, van, aki köhögéssel, meg ú, hogy bírod ezt szívni, meg nem tudom én, és hogyha egy, egy fél órát uh, uh, hagyod magától így kibontakozni, akkor <coughs> megszokja a, az egyébként sokkal tisztább és sokkal egészségesebb gőzt a tüdeje, de, de hát szóval, én, én, emlékszem rá, meg gondolom ti is, amikor az első sluk cigarettát életetekbe a tüdőtökre szívtátok, hogy az mi volt, öcsér? Emlékeztek? Ökölbeszorult az ember tüdeje tőle hát, teljesen. Hát hát meg volt olyan, aki az első pár szál cigitől nem kapott izét? Hányást? Te levegőt nem kaptam. Ja, hát meg volt olyan ismerősöm nekem is, aki kidobta a abba a szúrásba. Tehát Fú, aztán jönnek ugye a, a veszélyes részecskék, tehát ez az, ez, amit én például nem, nem tudok ö, értelmezni. Tehát ez a... a hogyan lehet az e-cigaretta gőzben részecske? Ezt én tudod, Krisztián? Igen, igen, igen. Az a PM frakció, a Particulate Matter, a... Szállópor néven szokták ezt jelölni, és ugye PM10, PM2 és fél ilyen mérőszámai vannak, annak függvényében, hogy mennyire aprók ezek a részecskék. És volt ez ügyben tanulmánya, a Nefia kis viccgyűjteményébe össze is szedte, csak épp megpróbált egy óriásit hazudni ezzel a kapcsolatban, és ahelyett, hogy mondjuk az a kutatás pont az elektromos szigaretta előnyeit bizonyította be, ők megpróbálták ráhúzni, hogy ez egy óriási baj. A mérések szerint a levegőben terjengő mikroszkópikus részecskék mennyiségét átmenetileg igen megnöveli az elektromos cigaretta használat, mondjuk úgy körülbelül egy fél percig és utána visszaáll normál állapotra az egész, szemben mondjuk a cigaretta füstel, ami órákon keresztül, hogy volt az 10 40-szeres a, a hosszú távú egészségügyi határértékhez képest 40-szeres mennyiséget produkál órákon keresztül a, dohányzás a, a levegőbe. Úgyhogy igen, ez, ez abszolút elétezik, és igen, tök jó, hogy az elektromos cigaretta ebből a szempontból is hasonló jegyeket mutat, mint a teljesen mezei levegő. Jó, jó pofa a cikkíró, mert ugye itt azt írja, hogy tusoláskor is keletkezik annyi apró részecske a levegőben, nyilván vízcseppekből, mint amennyi amúgy az e-cigaretta gőzölésből, úgyhogy azonnal tértsák be a tusolást. Hát azért az, az <coughs> erősen hatásvadás szöveg, mert ugye itt, a, amit az előbb emlegettetek, a PM10, a, a, az alatt a részecske méret alatt ö, van az, hogy ö, hogy a sejtfal membránjai ö, nem képeznek gátat, és olyan, mint úgy, úgy halad a szervezeted, mint kés a vajon, tehát nincs az, hogy, hogy itt van egy, egy sejtmembrán, és azon nem tud átmenni, hanem be tud épülni. PM10-től lefele, tehát PM2-fél is például. Igen, az már baráti szocialista PM, a PM2 fél, az ön és marad. Aztán ugye a következő a, a szabad gyökök ö, című ö, dolog, ami ö, megint egy ilyen aránytévesztés, nem? Tehát, hogy, hogy oké, okay, csak hát mindig elfelejtjük, hogy a, a cigarettához kell viszonyítanunk, amit ő meg százszor, ezerszer kevesebb uh, ilyen anyag uh, van a gőzben, mint a cigarettákban. De igen, ez a, az összes ilyen érvre megfigyelhető, hogy igazából jönnek, és ilyen légüres térbe próbálnak magyarázkodni, ami így a kontextusából kiszakítva valóban nagyon ijesztően hangozhat. De ahogy mellé tesszük a kérdést, hogy jó-jó, és akkor összevetnék ezt a dohányzással, hát azt inkább ne. Krisztián, ez a, még az elején van a cikknek. But is it really all that bad? Well, yes. It really, really is. It, és ezzel mindent megmagyaráznak. Nos, igen. Ez tényleg, tényleg nagyon olyan rossz, bizony, bizony. Igen. igen. Mi alapján? Vagy miért? Vagy ki? Vagy hogyan? Nekem ez a, a hetes pont a kedvencem, a tüdő problémák. És uh, ilyenkor mindig eszembe jut, hogy uh, hogy hány olyan találkozón voltunk, hány olyan beszélgetést hallottunk, illetve amikor a Krisztiánnak volt az a, a spártaian rövid beszéde a. a Emily előtt. Az előtt, nem? Mi? Az a megvágott, az emmi, anyag. Az Emmielőtt, vagy oldalánál, vagy. Az a foghegyről odavetett néhány mondat. Foghegyről odavetett néhány mondata? hogy ott is, tehát, hogy azt a mások szívják az e-cigarettet, miről beszélsz itt, hogy, hogy, hogy az asztma kialakulhat, amikor olyan azt mások vannak közöttünk, akik egyébként már lehet, hogyha dohányoztak volna továbbra is, nem lennének már közöttünk. Tehát ezek, ezek nekem, nekem, ilyen, ilyen úristen, tehát ah, oh, tudod, amikor így a, kiáll a, a a prédikátor a szószékre félkézzel, fél és akkor mondja a többi hívőnek. De ha igazán hisztek, kinőhet a lábatok. És itt néznek rá a többiek, hogy hát ennek itt hiányzik a kezed. Ja, hát lehet, hogy nem igazán hisz. Úristen. Jó, a nyolcas, hát ez az agy agyoncsépelt... A, a, meg, megduplázódott a fiatalok körében, és hogy a ah, és hogy a gyerekek, és és fú, és közben meg a, a citromos mentolos, ilyen olyan, -olyan amolyan nikotinos uh, drazsé, bogyó meg meg uh, ah, ah, na Én nekem már itt, itt fölmegy föl a, a vérnyomásom, tehát ez a a féltjük a gyerekeket, de mondjuk a hipóna mai napig nincsen gyerekzáros kupak. Gratulálok mindenkinek. A, a kilences az is egy érdekes, hogy, hogy ugye az elcigarettások azt állítják, hogy kevesebb méreganyagot tartalmaz az e-cigaretta. Mondjuk én azt állítom egyébként, hogy, hogy méreganyagot amúgy nem tartalmaz. Tehát definiálni kéne előbb a méreg fogalmát, aztán a, a kijelentést. Kis korrekció, bocsánat. Ezt nem Igen? a cigarettások állítják, hanem a tudományos kutatási eredmények. Ennyi. Igen, igen, többek között, többek között. És természetesen erre is születnek nagyon-nagyon uh, uh, megalapozottod ez a. Egyébként azt megfigyeltétek, hogy miért a Brexit van, az angol tudósok nem annyira uh, jelennek meg. A nem az angolok, közmény... legyen pontos. Ha nem. A brit, a brit a tudósok. Bocsa, A brit tudósok. Mint a picit visszavettek volna az aktivitásokban a mindig és hogy mennyi ilyen faszság volt uh, vizsgálat szinten, ami azt, a, amiért aztán bocsánatot kellett kérni, hogy ja, hát végül is igen, tehát az nem, nem úgy volt, meg nem, nem az volt. És uh, ugye az utolsó az, hogy a, a nem segít a, a leszokásban, uh, Na ez, ez szerintem az egyik óriási fasság, mert aki E-cigarettázik, az már nem cigarettázik. Én csak annyit mondok erre, hogy 6,1 millió európai dohányos. Ennyinek, ennyinek nem segített. Illetve volna a segít is. Igen, igen, igen. Tehát... <coughs> Nincs generális. rá bizonyíték. Zseniális, és aztán ugye ezen el lehet gondolkozni, hogy hogy itt van tíz olyan állítás, amit tételesen lehet cáfolni, és ennek ellenére minden nap, minden héten, minden hónapban meg kell velük küzdenünk, mert valaki valahol valamilyen szinten újra és újra fölkapja a sajtóban. Az a az, vicc, Minket sose kapnak fel a sajtóban, az a bajom. Hogy? Hogy minket sose kapnak fel a sajtóban hétről hétre, vagy hónapról hónapra. Én pont ma találkoztam a HVG-n egy cikkel. Ami arról szólt, hogy kezeljük már a helyén azért a rémhíreket, és a Coca-Cola, és hogy mennyi cukor van a coca cola és hogy ez tényleg annyira rossz-e vagy nem. És tök jó kis objektíven, pro és kontra végig veszik, hogy nyilvánvalóan a túlzott cukorbevitele probléma van, de ennyi van benne, ez van az aszpartammal, ez van azzal, Na, és így helyére Christian, teszik ez ezeket az, a dolgokat. Ez nem az volt, amit múlt héten beszéltünk róla, hogy, és akkor jönnek azzal, hogy hogy megmarja a mit is én a a kihullott fogad, ha beledobod a kólába, meg föloldja, meg, meg nem, a nem, lehet tisztítani. ez egy másik volt. Lehet, hogy a, a, annak a farvizén mentek a hisztik, és akkor erre reagált most a HVG, nem tudom, de hogy nem, ez nem arról szólt, ez kifejezetten a cukorról, meg, a, meg az aszpartamról szólt benne, és, és végigolvastam, és, és egyetlen egy dolog jutott eszembe, hogy Csesszétek meg, az elcigi kapcsán miért nem tudtok ennyire alaposan utána járni a sok idiótaságnak? Ott hát nem elég, kellene csak, elég lenne csak belegondolnod, hogyha föliratkoznál a, a Google-nek a hírgyűjtőjére, az agregátorra, hogy hány ö, cikket találsz a magyar gyűjtésben, ami a, a káros hatásokkal foglalkozik, meg hány olyat, amelyik azzal foglalkozik, hogy lehoztunk egy újabb lefordított tanulmányt. De még ilyenben nem, vagy lehet, hogy kizár minket az internet, hogy nem jelenik meg se a podcast, se a weboldalaink, se semmi nem jelenik meg az ilyen keresésekben. Ez valami globális összeesküvés lesz. A háttérhatalom és, és emberek és a gyík Egyébként pont a HVG <laughs> volt az, amelyik az e-cigarettával kapcsolatban azért aránylag összeszedett cikket jelentetett, meg legalább egyet az biztos, mert azzal kapcsolatban még minket is megkerestek, tehát még mielőtt írtak volna bármit is, és adtunk is nekik elég anyagot ahhoz, hogy, hogy nyilván pró és kontra vizsgáltak minden, de, de hogy egy, egy, a magyar sajtóhoz önmagához képest egy normális cikk születhessen. <kül> Amúgy. Hát jó. Nem is, nem is bántom a HVG-t ez ügyben, csak tök jó lenne, hogy amikor éppen végig szalad, mint a hasmenés a, 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 a családon, végig szalad a magyar sajtón valami elbaszott őrület, amivel általában fél nappal később a szakértők már kihozzák rá a cáfolatot, hogy, hogy akkor valaki föl vehetné azt a fonalat, és vékonyka hangon elcincoghatná, hogy hát azért, azért az igazából egy bődületes fasság, de olvassátok nyugodtan. Olvassuk inkább azt, amire az előbb akartam ráfűzni, csak nem vetted fel a fonalat, a kapu becsuk kulcs eldobra. Ó, oh, nem, még egy, elmesélnek előtte még egy érdekeset, az ma történt. Most Na. se fogja. Na, aki mindjárt, nézi most az mindjárt. adást, ez így szokott menni, hogy még Krisztiának valami eszébe jut, hogy meg mi történt vele, és akkor itt nyomogatom oldalt a gombot, hogy még ezt is ki kell vágni, ezt is ki kell vágni. Nem, nem, ez nem ami történt velem. Ez nem baj, nem baj, tehát ő... ezt is most így elmondod, és majd ki lesz vágva. Nem, mondja Kintelen Krisztián. Kintán leszek visszahallgatni az adást. Oh. Belecsöppentem a Twitteren egy ilyen elcegiről szóló vitatkozásba, ahol megint ment a hiszti, hogy valaki leközölt valami baromságot, az elcegisek elküldték a bánatba, és akkor neki át nyávogni, hogy mi van, és elkezdtem nézegetni ott a tweeteket, és egy Ö, fiatalember írta ott válasznak, ott beszélgetett a, a tüdőgyógyásszal, meg még valakivel, hogy hát azért, azért kezeljük már a helyén ezt az elektromos kérdést, Mi a helyzet például a COPD-sekkel? Tudjuk-e, hogy esetleg rosszabbítja-e a COPD-sek tüneteit, meg ilyesmi. És, és egyből beúrott nekem, egy ilyen életre szóló élmény volt a Varsói konferencia, annyi szempontból adott ö, ö, perspektívát, ötletet meg támpontot, hogy, hogy könyörgöm ott van polózának a tanulmánya, ami kifejezetten ezt vizsgálta, külön az aszmásokat és külön a COPD-seket, dohányzásról egy cigarettára való áttérés után. És ott voltak a számok, hogy az egyik esetben, a, azt hiszem az életminőség javulás esetében a COPD-seknek több mint a 60% a pozitív ö, változásokról számolt be, a COPD-s rohamok csökkenése tekintetében, meg valami 80% körüli mondta, hogy igen, igen, lényegesen ritkább ö, ö, az őket érő COPD-s száma, mióta a dohányzásról átértek az elektromos szigarettára, és akkor láttam, hogy Dave Dorn is válaszolt a figurának, hogy olvassál polózát, az bizonyíték. Hogy, hogy itt szájalnak és osztják az észt, és igazándiból rohadtul nincsenek tisztában vele, hogy igen, ezt már megkutatták, és ott van súlyos számokkal alátámasztva, hogy zöldségeket beszéltek ember. De ez őket nem izgatja. Ezt szerettem volna még elmesélni. És rá is vezetettél volna a következő témádra? A Igen, kapu, becsuk és kulcs eldob. Kijött a napokban ismét egy felmérés, ami a fiatalok dohányzás és elektromos a használati szokásait elemezgette. Ez a Monitoring the Future című őrület. És végre valahára föltettek normálisabb kérdéseket is nekik, például a használat gyakoriságáról is megkérdezték őket, és ezt elemezgette Michael Ziegel és még sokan mások, és az jött ki belőle, hogy így, hogy már ilyen aspektusból is vizsgálják ezt a kérdést, az látszik, hogy akik korábban soha nem dohányoztak, de elektromos cigarettát használnak, azok közül, akik rendszeres elektromos cigaretta használók, az a fiatalok 7 ezreléke. Tehát az 1 százalékot sem éri el azoknak a száma, akik ö, úgy használnak elektromos cigarettát rendszeresen, hogy korábban sosem dohányoztak. És még sok érdekes egyéb adatot is megtudhattunk belőle, például azt, hogy ö, azt mondja, hogy hogy lényegesen jellemzőbb a nikotinos utántöltők fogyasztása azokra, akik egyébként rendszeresen használják az elektromos cigarettát, tehát azok, akik mondjuk heti egy-két alkalommal elcigarettázgatnak csak, ők jellemzően nikotinmentes utántöltőt használnak, és ez, ha jól emlékszem, ez 60 fölötti arány volt. Úgyhogy ezeket az adatokat elemezgetve igazából Michael Ziegel levezette, hogy Baromira jól látszik, hogy igazából a kísérletezés az valóban magas, a rendszeres használat és a rendszeres használat terjedése az elképesztően alacsony, kivált kép azok között, akik soha nem dohányoztak korábban, és hogy teljesen jól megfigyelhető az, hogy azok a fiatalok kezdenek rendszeresen elektromos, cigaretta, elektromos cigarettát használni, és pláne még nikotinos utántöltőt is fogyasztani, akik egyébként rendszeresen dohányoznának. Úgyhogy nem, nem, még mindig továbbra sincsen semmiféle nyoma annak, hogy bármiféle kapu effektust jelentene a dohányzás felé a fiatalok számára az elektromos cigaretta megléte, sőt, ezek a feldolgo információ feldolgozások mind-mind az ellenkezőjét mutatják. Az a, az a, gondolat ragadt meg engem ebből a, a cikkből egyébként, amikor ott a végén leírja, hogy milyen érdekes, hogy a, a, amikor a, a statisztika szerint a, azok a fiatalok, akik kipróbálják az e-cigarettát, azoknak a száma az egekbe szökik, miközben a dohányzó fiatalok száma csökken. Tehát ez pont azt igazolja, hogy nem átjáró az e-cigaretta a, a dohányzás felé. És <tosz> én azért is örülök ennek a, a cikknek, mert aki írta, azért az nem egy piskóta. Tehát a Ziegel professzor, ő 25 évet töltött el a, a dohányipar vizsgálatával, és nem csak a, a dohányzás másodlagos hatásait kutatta, hanem a, például a dohányzási reklámok és az, azoknak a, a tömegekre gyakorolt hatásaival is foglalkozott, tehát ő teljesen jól átlátja azt, ami történik egyébként egy cigaretta fronton, hogy ki mit bányász ki az adott tanulmányokból, és ez, ez zseniális. Tehát tényleg csak így tovább gyerekek, mert, mert különben végünk van, mint a botnak. Hát, ha megnézitek, akkor a, 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 a nyugati sajtó már fölkapta ezt, és kidomborították azt, hogy Úristen, Úristen, kapó a dohányzáshoz a fiatalok több mint 60%-a az ízesítések miatt használ elektromos cigarettát. Maga a fertő! Tehát ezt, ezt, az egyet sikerült megtalálni benne, az, hogy ők egyébként milyen gyakorisággal használnak elektromos cigarettát, és milyen korábbi dohányos múltjuk volt, az már részletkérdés. Az a hülyeség is lenne foglalkozni. Én, én egyébként azért látok itt némi átmosást abban, hogy nyugaton, vagy tőlünk nyugatabbra inkább úgy mondanám, rettentően divat a heti egyszeri elsisa használat ami köztudottan nikotinmentes, köztudottan a vizipipa ízvilágát idéző ilyen stick, hogyha lehet ezt a hülyes szót mondani, ugye ez vastagabb, mint a hagyományos vagy eldobható e olyan 6-800 slukkos stickek léteznek belőle, és ez tőlünk nyugatra ilyen diszkó cucc, tudod? Tehát, hogy ott szívjek. A most kérdés az, hogy amikor egy ilyen kérdévet kiállít egy fiatal, való, a, vajon használta le egy cigarettát, nem biztos nincs olyan rubrika, hogy e eldobható nikotinmentes egy el cigaretta vagy e <kül> Mert no. ugyan működésjelvét tekintve ugyanaz a kettő, csak az egyik az a vízipipához köthető jobban, a másik meg a, a hagyományos e-cigarettához köthető jobban. De ez csak egy ilyen kis kitérő volt a részemről. Hmm. Én meg, itt van még egy link egyébként, mert arról is szól a cikk, hogy miközben irgalmatlan nikotinfüggő generációkat és, és, és dohányzás felé menetelő fiatalokat vizionálnak ezek a, a, az emberkék. Meg lehet nézni az elmúlt évek statisztikáit, ott van több évre visszamenőleg, hogy az elmúlt öt évben elfeleződött a dohányzó fiatalok száma konkrétan az Egyesült Államokban miközben elvileg az elektromos szigaretta terjed-terjed és gőzerővel próbál mindenkit a dohányzásra rászoktatni. Ahogy a tavalyi hírek szóltak, soha nem látott mély ponton a fiatalkorú dohányzás az Egyesült Államokba. Hogyan hozzák ezt össze? Ó, egy érdekes... Nehezen, dolog. nehezen. Nehezen, de azért megpróbálják, tehát még, még, még a legpozitívabb kutatási eredményből vagy felmérési eredményből is valahogy megpróbálnak kimozsolázni egy féligasságot, amivel lehet ijeszteni az embereket. Volt -e, erről egyébként egy kis vita a levlistán a napokban, a Clive Bates-nek az ártalomcsökkentős levlistáján, ahol a cikket író Michael Ziegel professzor egy ilyen szolid két oldalnyi szövegben levezette, hogy mi is az a kapu effektus igazából. Mert hogy a mi kis ludditáink, meg mindenki más, aki az elektromos szigarettát üldözni szeretné, ők elképesztően lezseren kezelik a, a kapu effektus fogalmát. És helyre tette a fejekben Ziegel professzor nagyon durván, hogy ha már erről beszélünk, akkor, akkor tudományos alapossággal közelítsük már meg, hogy mi is az a kapueffektus. Mert a kapueffektus az nem arról szól, hogy van valami halvány esély, hogy talán ebből az fog bekövetkezni. Tehát, hogyha mondjuk olyan szempontból vizsgáljuk azt a kérdést, hogy kapueffektusnak minősül-e az, hogyha valaki, aki egyébként ö, szociális környezete vagy ö, egyéb adottságai folytán ö, veszélyeztetettebb abból a szempontból, hogy valaha dohányozni fog, és ö, hasonló okokból kifolyólag veszélyeztetettebb ö, abban a tekintetben, hogy elektromos cigarettát, az elektromos cigarettát ki fogja próbálni, akkor nyilvánvalóan igaz az, hogy mind a két szempontból veszélyeztetettebb. És hogyha mondjuk nehogy Isten ez a fiatal korábban elektromos cigarettát próbál ki, és a későbbiek során pedig valami jogból kifolyólag dohányzásra adja a fejét, ez millió egyéb más paramétertől is függ, és egy ilyen esemény bekövetkezte, egyáltalán nem jelenti azt, hogy itt bármi nemű kapueffektusról szó lenne. A kapu effektus, mint olyat, azt ugye eleinte a marihuana kapcsán kezdték el megkutatni, mégpedig úgy, hogy a rendszeres marihuana fogyasztás vezethete ahhoz, hogy a használója a későbbiekben keményebb drogokhoz fog hozzányúlni, vagy sem. És ennek a hosszú-hosszú kutatása azt eredményezte, hogy alapvetően a rendszeres marihuana fogyasztás az agyba jutó THC kapcsán olyan elváltozásokat okoz az agyban, ami hajlamosabbá teszi az embert arra, hogy másfajta addikciót okozó szerekkel is kísérletezni kezdjen. És ebben lenne igazándiból a kapueffektusnak a lényege, hogy valamely tevékenység okoz-e olyan fizikai vagy pszichés elváltozást a használójában, ami predestinálja őt arra, hogy valami sokkal rosszabbat is kipróbáljon. És még a Marihuana kutatások kapcsán sem teljesen egyértelmű, hogy, hogy hol van az a lélektani határ, ami az egyik fele és a másik fele a dolognak. Ugyanis tagadhatatlan speciál a, a, a Marihuana kapcsán az is, hogy a rendszeres használói alapvetően e, szocializációjukat tekintve is lényegesen valószínű, hogy egy olyan körben fognak mozogni egy idő után, vagy belekeverednek egy olyan társaságba, ahol lesz olyan, aki e, használ keményebb ö, ö, drogokat, és és egész egyszerűen úgy alakulnak a, a, a környezetében a környezeti feltételek az embernek, hogy lényegesen könnyebb lesz neki egy olyan szituációba belekeveredni, amikor ezt akárki is próbálhatja. De önmagában pusztán az a tény, hogy ő marimánát fogyasztott, nem válasz arra, hogy, vagy nem igazolja, hogy a, a kapu effektus létezne. Speciál a Mariana esetén, mint mondtam, tudjuk, vannak rá ez irányú, célirányos kutatások, amik bebizonyították, hogy a hosszú távú használat okoz olyan változásokat az agyi működésben, ami veszélyeztetebbé teszi a használóját arra, hogy belecsöppenjen ilyen kellemetlenebb szituációkban is, de hogy pontosan ugyanilyen alapossággal kell vizsgálni a kapu effektus létét, az elektromos cigaretta és a, a potenciális dohányzás között, és már pedig ilyen irányból megközelítve az ég a világon semmiféle bizonyíték nem létezik rá, hogy a rendsz, akár a rendszeres elektromos cigaretta használat bármi olyan változást okozna a használójában, ami veszélyeztetebbé tenné őt a dohányzásra, mint amilyen veszélyeztetésnek eleve ki van téve. Szóval ez egy nagyon iszonyat érdekes olvasmány volt végigolvasni ezt az egészet így szépen tövéről hegyire levezetve. De hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. Baromi egyszerű azt mondani, és egyenlőség lett tenni, vagy összekötni két pontot, és azt mondani, hogy aha, ő korábban már látott elektromos cigarettát életébe, aha, elszívott egy cigarettát, a kettő között oksági összefüggés van. Nem, erről baromira szó nincsen. De ezt sose, ezt sose értettem meg egyébként, hogy, hogy valaki, mit tudom, tehát soha életedben nem dohányoztál, csak e-cigarettát szívtál. Tegyük föl tök mindegy, nikotinosat, nem nikotinosat. Szívtál ilyen epres pudingos, meg csokitortás mangós, meg jázminos citromos teás, meg nem tudom én mit, és így megkívánod a szart. Tehát érted, hogy így egyik pillanatra, a másikra légyévász. Ott egy darab szar, de beleszívnék, és odamész és elkezdesz dohányozni. Aminek egyetlen egy közös vonása van az e-cigarettával, hogy amikor kifújod, valami fehér jön ki a szádon. De óriási különbség van az eperilla. Bocsánat, meg ezt a elmondhatjuk a pornófilmekre is. Bűz között. Valami, valami fehér jön ki a szádon. Én már itt közben a, a nézőknek föltartottam a, a transzparens, egy papírra kommunikálok itt velük, hogy lőjétek le mújót. Ö, jöttek közben. Nem lehet. Mussoljj a... már! el Jöttek közben nagyon jó kommentek, Zokni Dániel. Ez olyan, mint amikor az egyiptológus magyarázza, hogy az egyiptomiak a kereket sem ismerték, háttérben egy kép a fáraó harci szekerével. Igen, 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 igen. igen. Ö, aztán javasolták hogy kapján... Elnézést kérek, hogy megpróbálok ismeret terjeszteni. Adjad már! Ö, a nikotin nem okoz irreverzibilis neurológiai elváltozást, a THC meg igen, pont lapozzunk, írta a négy szemű B. Dávid bűnel követő. Mert ő is itt van. Szevasz, Blacky! Ez, ez az, nyomjátok a lájkokat, ha elhúzzátok alul, aki szívecskét is tudjátok dobálni. Meg ilyen hülyeségeket. Na, figyeljetek már, fiúk, én itt közben belengedtem egy ilyen tacepaót is a fiúknak, hogy big news. Big news bármelyik hír közé beszúrnám ezt, ez akkor a big news. Az akkor szúrt be most. Az oly régóta várt levél megérkezett mújó. Nem hiszed el? Megjött, nem áll! Hallod, és hallod, de képes voltál megadni a roppant, uh, komoly, nem mondom, kukac, monsta.hu e-mail címedet? Ez ugrott be elsőnek, aztán eszembe jutott, hogy a billionlives <Sz collar> is mondhattam volna, Jaj, de akkor már mindegy gyere. volt, mert akkor már lebetűztem. Jaj, gyerekek az égben, szerelmesek. Miért a te Gmail-esed jobb? Hát az, na, legalább Gmail, na mindegy. <tőn> <suk> Mi Gmail? Az én <suk> doménem, hova tovább, most már lassan 20 éve a privát e-mail címem, tehát. Jó, itt lép, Szolgáltatók jönnek, mennek, az én e-mail címem ugyanaz. <suk> jó, akkor most a a nézők, most mondhatjuk ezt, hogy a nézők, mert multiplatform vagyunk már. Már értes... a téged nézők. Igen, igen az engem igen, nézők. Igen. Látták itt az előbb már gyakorlatokat végeztem, ittam, megtöltöttem a tankomat. Na mindegy, megjött G. Zsoltól a levél, kedves címzettek, me a kulpa, me a kulpa, Maxima. Helyszín filmvetítés ki hely. Kimondhatom azt, hogy hol lenne? Szerintem igen. Szerintem van. az ár ki, ki a weboldalon igen. is, hogy az a Tehát leszim. a filmvetítés helyszíne a 461 fő befogadó képességű dísztermünk, a fogadás helyszíne emeleti tükörtermünk és kávéházunk. Bérlet időpontja, amit ugye beszéltünk, beleértve a teremelhagyás és install időtartamát is, ez 18-tól 20-30-ig lenne. És ezt még akkor tudunk ezen faragni is, hiszen ugye másról is beszéltünk, most akkor. Ö, tadam, most ez az A Billion Lives ö, 10 perc vagy 20 perc rész lesz. Ö, szóval azt mondják, hogy a fenti időszakra vonatkozóan a rendezvénynek, helytadó helyiségnek bérleti díja, azt is ki mondhatom? Ki, persze, azt de jó. Ö, ugye az. kivágjuk? élőadásból. Jó, jó, várjál, lenémítom a mikrofon. Szóval, a, ugye a, Korvinnál adtak a nagyteremre teremre ö, netto 400 plusz áfát, itt azt mondják, hogy ö, netto 380 plusz áfa, viszont ebben, oh, oh. viszont ebben benne van a hangtechnika, vetítéstechnika, hát az meg még jó, ha hát moziba megyünk, Ö, nem, ez nagyon jó hír. Várjál, és, ezek, és a kezelő technikai személyzet költsége, ruhatári ügyelet, energiaköltség, az kihagyom, exkluzív dekorációk, vörös szőnyeg, kordonnal, amennyiben az időjárás lehetővé teszi, saját anyagok megjelenítése a beltéri plazma kijelzőkön, molino, roll-up, stb. kihelyezési lehetőség. Magamhoz nyúlok! Fuck this! Yes! És 3,80-at mondtál plusz fa. 3,80 plusz fa. Igen. Várjál. szív kapok nyomban. Hát ez... Most azonnal elutalom a felét, bassza meg! Zsí! idős. Le kell hát foglalnunk azonnal. Viszont... <stor dévelop> <asksiz Antwort> Én lényegesen durvábbra számítottam. Igen, igen, igen. <s princes> hát nagy. <sung> és úgy, <Roger tails> ah hogy benne van ugye a a, 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 a a díszterem, a kávéház, a tükörterem, a, tehát az egész, az egész uránia benne van, és ha még... A többit nem is tartjuk meg, mert itt azt írja, hogy kétering lehetséges, vegye fel a kapcsolatot, de hát ezt a ja, ja, ja. annak fényében, annak fényében az nem kell amit kitaláltunk, mindjárt mondjuk azt is szerződés kötés 50, máhogy nem ezer, hanem százalék, a többi pedig tíznapos határidővel a vége után. Na, fuck hát this, ez... Bazd meg. Si nem vagyunk, mint József Attila. Ez nagyon, ez nagyon állat. Ez jó hír, ez jó hír. Kis színes rovat, egyetlen elemünk van, ha csak gyorsan valamit be nem tesztek. Ugye a múlt hét folyamán intéztem egy közérdekű adatigénylés Magyarország kormányához, mert most már ilyen minisztériumokkal nem szórakozunk. Ugye a az utántöltők aromáit, ízesítését betiltó kormányrendelet kapcsán én nagy naívan azt gondoltam, hogy ha már egy kormányrendeletet szül a kormány, akkor ők ott tisztában vannak a kötelező formai elemeivel és a kötelezően mellékelendő do egyéb dokumentumokkal, de ma megkaptam a választ Magyarország kormányától, hogy sajnos nem ők kezelik azokat az adatokat, úgyhogy nem tudnak érdemben válaszolni az én adatigénylésemre, amelyben a megfelelőségi dokumentumokat firtattam egy ilyen intézkedés kapcsán. Úgyhogy egy kis párbeszédet kezdeményeztem velük, nem egyéb, mint a közigazgatási állam titkára válaszol, tehát most már itt azért emelkednek a tétek itt elcigi témában. Párbeszédet kezdeményeztem, hogy akkor ugyan legyenek szívesek már nekem elárulni, hogy mégis melyik intézmény az, aki felelős adatgazda ebből a szempontból, érdeklődve várom a fejleményeket. Minden esetre nem mi voltunk, nem mi voltunk, ez volt a válasz. Nem, nem, nem. De azért, azért milyen érdekes, hogy hogy megküldte a választ, de azt nem, hogy ki. Csak ilyen az, a... az örök tört, not, not be my a bizánci nagy kaput. Nem én voltam, nem én voltam. Kész. Közigazgatás a csúcsra járatva, igen. Na, Charlie? Vagy most, most már, gondol... vagy még cseréget. Nem, mondok, gondolkozom, hogy mi az, ja. amit itt még kimaradt, mert a pört azt nem szürkítetted be, de az arról is szó esett. Nagy a csönd, igen. Hát neked kellett volna kis színesre reagálni, Charlie. Köszönöm szépen, hogy olyan reagálnom kéne, mandatban. amit bazd meg nem hallottam. Tehát hogy a faszomba reagáljak akkor rá? Hogy vezetsz egy műsort, ha nem hallod? Hát az... Én kérek elnézést. Botrány. Süket süket showrunner, tehát kész. Vakvezet világtalad. Vakvezet világtalad. Jó, várjál, várjál, elolvastam, reagál, nem rá. mész te a nefibe dolgozni, Reagálok rá, reagálok el. Reagálok rá. Ez kurva hosszú. Na, mehetünk tovább. Az Kifiléztünk mindent, hova Az összes többi üres. Sorozatunk. Sorozatok nincsen, semmi bedobva. Hát, hát itt olyan bet... pangás van sorozatfronton, ugye szeptember utolsó felében kezdődnek majd szépen a, a, az őszi évadok, hogy olyan pangás van várjál, várjál. elő. Na. Hát azért annyira nem, Netflix, narkosz. Az engem nem izgat. Most, hogy Arra ennyit beszéltünk annyit, a fűről. Annyit hallottam, hogy most már muszáj lesz elővenni. Ennyit beszélünk a fűről, és nem érdekli a narkosz. Befosok. Az okni Dániel, csak sorozatokat ne. Na, akkor vegyük előre. Lassip. <gül> 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 Jó, akkor most csináljuk azt, hogy most itt nagyon élőben vannak a, a nézők, úgyhogy most írjatok kérdéseket. Biztos van benne egy 20-30 másodperc delay, azt elbeszélgetjük, és aztán válaszolunk rá, hogyha olyan... Addig én megreklamálom, hogy bekerült egy akupak smile is videó a videóba, dacára annak, hogy én már egy héttel ezelőtt jelöltem a mit csinál miközben az Avengers egymás gyepálta kis rövid videót, úgyhogy... Az akkor de zseniális akkor be azt, az zseniális volt. azt, az zseniális volt az a videó, azt megnéztem. amikor mondja izét a Küldök egy hollót. Nincs telefonom. Küldök egy hollót. Befosztam rajta. Megkeresem akkor. Várja, várja, Iron Man hív De miért nem engem? Nincs telefonom. Hadd beszéljek vele. Á, nem, most nem akar. Küldök egy hollót neki. Viszont én a kultúrába betettem a, az új Super Mario platformot. Az lesz az iPhone 7, azt tudjátok. Hát én azért nem kacagtam, mert ez, ez tök szar volt. Uh, szerintem meg nem. Tehát uh, én, én nagy Nintendo rajongó vagyok, amúgy. Civilben. Is, bocsánat. Is, és uh, szerintem éppen ideje volt a, a Super Mario-t uh, föltenni a, az iOS alá, miután az egyik legjobb platform játék a világon. Tehát, hogyha azt mondod, hogy az iPhone, már pedig néztem ezt az iPhone 7 technikai specifikációit, meg egyebeit, szerintem most megint csináltak egy jól összerakott telefont. Tényleg most végre előre léptek már kamera szinten, illetve hát nagyot léptek kamera szinten. El, el tudták érni, ha kicsit hogy mondják ezt, ha kicsit savazni akarom akkor a, a 10 20 Nokia szintjét de az tény és való hogy hogy a mostani mobil világban nem lesz hozzáfogható kamerájú telefon, illetve ez az A10, most az új chip, Charlie igen Csádi teljesen eltűnt. Charlie te, tehát az nincs itt. Ne, ne haragudjatok, ti bambuljátok az üres monitorotokat, én meg nézem itt a csetablakot, hát meg közben te meg a videót. Izé, meg adás van. <gül> 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 És nem tudtam elolvasni az új Apple híreket sem, most a bejelentéskort veletek beszélgetek. Mindjárt vége. Jaj. Istenem. Na mindegy, szó, szóval szerintem én nézegettem, hogy, hogy ahhoz képest, hogy milyen mérföldköveket lépett meg a, az épült telefon a megjelenése elején, és hogy egy picit ellaposodott szerintem ez, a, ez, az egész, csomagoljuk át, ugyanazt rakjuk át egy másik kategóriába, töröröm, töröröm, tehát hogy nem igazán volt nagy dobása. Most ez a, a hetes viszont úgy, úgy látom, hogy tényleg jól sikerült. És én azért ülök a Super mario mert, mert uh, egyszerűen szerintem megkerülhetetlen egyébként egy, egy jó játék. Uh, és hogyha ezt jó uh, adoptálják az iOS alá, akkor, uh, akkor uh, végre ugye az a baj, hogy, hogy ez igazán réteg platformokon futott eddig. Tehát a Nintendo-t azt azért nem vette FIFA virág. Most meg lehet, hogy, hogy ezzel egy picit kinyílik a, a Super Mario előtt a, a világ, és mondjuk a, az álmom, hogy jövőre lesz iOS alatt Mario Kart, akkor lecserélem a, a Xiaomi-t. Tehát ez ez biztos. Hát az a, az a baj azzal, amit mondasz, hogy ott bukik a dolog, hogy volt például múlt héten, meg múlt hét előtt egy nagyon-nagyon nagy sikerű Galaxy Note 7 tab bemutató, vagy Galaxy Note 7 bemutató, és azóta már sikerült is visszahívni az összes modellt, meg kigyulladtak a faszba. Egyébként meg pont olyan ütemben fejlődtek ők is, mint az összes többi gyártó, mondjuk a Samsung, ha pariba akarod rakni velük, és ennyi faszni választja el egyiket a másiktól. Én nem érzem úgy egyébként én sem, hogy 2016-ban kifejezetten almás hardware lenne szükség, ami egyébként architekturálisan tökéletesen megegyezik az összes többi jókos telefonnal nagyjából, hogy, hogy bármit hozzátehetne teljesítmény szempontjából, ami egy ilyen brutális játékot, mint egy Super Mario képes lenne normális tempóban <laughs> elfuttatni. Egy 20 évvel ezelőtti játékot. De, de a Super mario pont az a nagyszerű, hogy hogy nem a csili-vili viszi előre a játékot, hanem maga a játék. Tehát, Tudod, Fifika, ez, ez Fifi azért... szereti ezeket a 16 bites színeket. ez lehet, hogy leporolják egyébként, és ilyen ezért. True color sprite -ok. anti gombák. <síns> 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 Minden, amit akarsz. Nem akarom elhinni. Olvasói... 24 hogy... bites csilingelő hang. életű 3D teknős ragdoll effekt. Na jó van, akkor átmegyek a nézői kérdésekre, jó? Menj át, Azt mondja, hogy... gyere majd vissza. Ökör. Mi a legjobb kazán, amit használtok, vagyis a kedvencetek? Ez kérdés? Hát ezek szerint hát meg kell válaszolni azért. Pelszó kettő. Origen Tank 19-22. Húha, uh, húha. Uh, most szívesen mondanám azt, hogy az Origen, uh, de hogy még nekem uh, nem jött meg, ezért nem mondhatom. Uh, úgyhogy nekem két tank van, ami állandóan a kezemben van, az az egyik ős illetve hát az első szériás GS, a másik pedig a, a dvarv, és abból is nem a K, hanem ezt mindig elfelejtem. E, az E. E. Az E, és egy olyan betét van benne, amit én kézzel, üvegszállal kézzel tekerek meg. A tajfunba vatta van vattagás, kicsit, átos, bocsánat. Kicsit elbizonytalanodtam én is, mert az utóbbi időben többet használom a Dwarvert, mint a Perzót, de a Perzó az örök szerelem, úgyhogy muszáj. És te Pelzó, mivel tekered az E-t, Krisztián? Vattával. Próbáld Japán már vattával. meg próbáld meg csak egyszer üvegszállal megtekerni. Nekem sosem a kevés... ment jól az üvegszálas tekerés De, az a tehát helyzet. ne viccelj, már annyira egyszerű, hogy hihet. Mindig, mindig produkálok valami hotspotot. A vattát valahogy meg tudom úgy, tehát az üvegszáloknál az egymás mellé fogásnál mindig marad valahogy olyan konkáv terület, a, ami hotspotot eredményez és csípi a nyelvemet. Vattával meg tudom tekerni tökéletesen. Na majd egyszer, Fifika, taníts meg rá, mit szólsz. Jó, oké. Okay. De várjál, Vattával is azóta, amíg egyszer találkozó újra húztuk a vattádat. Tehát el, előtte Te nem akkor is mit tudsz használtad? tekerni, se. se, se, se. Na, jön a következő kérdés. Ez csak kijelentés. Jövő heti podcastben Fifik a Super Mario gameplay. A Bence, a Hanamodról mi a véleményetek? Hát a HANA mod volt az első olyan, ami nagy publicitásnak örvendett, semmivel sem tud többet vagy kevesebbet, mint ugyanazon társai, akikben ugyanolyan elektronika van, mint benne. Én nem szeretem a gombját. Egyébként. Nekem van egy, egy, egy kalandos hanám, amit a, a Charlie vett egy hana mod klónt, ugye? Igen És valamelyik nap képzelde Pont így hopp nézd már Itt van egy, egy, egy hana <kül> És uh, uh, Konkrétan nem működik Tehát az így álló helyében Tönkrement És valóban egyébként a, a tűzgomb Volt a, a gyenge Pontja egész pontosan Nem volt gyenge hanem hogy az, az Szinte használhatatlan volt Azzal a pici gombbal Ennyi én nem, nem ajánlanám senkinek. Pont. Akkor következő. Az nem az. Az sem az. Erről volt szó? Volt szó. Majd vissza kell hallgatni az adásban vagy a podcastben. Úgyhogy. Fiúk, rekesszük be? Rekeszt. Rekeszük be, sajnos... Vagy nem, sajnos, de kifiléztünk minden témát, úgyhogy most nem tudom, hogy milyen izgalmas csinadratát és fanfárokat toljak, hogy mi lesz jövő héten. Úgyhogy ilyen ö, sablon címeket szültem meg gyorsan, hogy valamit el tudjak mondani. Jövő héten is feltétlenül tartsatok majd velünk, de ezt majd később mondom el. Mert nem itt van az ideje. Nem? De. Ja, de. <sítható> Tatártamásnak, mert ég a vágytól, hogy meg tudja, 200-215 fok, nem tudok többet mondani. Ennyi. Jó, fiúk. Akkor a hétre letesszük a lantot. Találkozunk jövő héten, és meg fogjuk azt is szülni, hogy ez, a, ez az élő hogy legyen, mert elsősorban azoknak a patrónoknak szeretnénk kedvezni, akiknek ezúton is köszönjük. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És, és lehet, hogy nekik fogjuk elérhetővé tenni a live feedünket így szerda esténként. Úgyhogy részemről megköszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt a kamera előtt esetleg, vagy majd csak ö, csütörtökön meghallgatja. Pénteken elhagylak titeket, találkozom Mystic Petivel Angliában. Ennyi. Sziasztok! Milyen kár, bocsánat, hogy szólok milyen kár, hogy szerdán lesz a felvétel jövő héten, úgyhogy így egy hetet csúszik a beszámoló a perről. Ha véletlenül csütörtökön lenne a felvétel jövő héten, akkor egyből be is tudnék számolni. Ez csak így mellékesen jutott eszembe. Megszűjük, mert aznap nem leszek én se, tehát meg tudom csinálni elvileg az anyagot. Na. Na, hogy megyek veled a pörre. Ja. Na, ja. úgyhogy részemről ennyi. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkinek további szép estét. Sziasztok. Egy élmény volt. Sziasztok. Köszi, és jövő is tartsatok velünk! Címszavakban a jövő heti műsor egy szánalmas hülyeség Magyarországról, egy izgalmas fejlemény külföldről, egy újabb érdekes adat az ártalomcsökkentés kapcsán, és újabb információ morzsák az őszi-téli Billion lives Premierről. Köszi, sziasztok!